Rogán Antal fenyegetni akarja a kormány ellenes tüntetőket, teszik fel egy másik írásban a kérdést ugyancsak a Népszava munkatársai, és hát Rogán Antal az egyik szereplője a most következő beszélgetésnek is, az egyik főszereplője, vagy csak mellékszereplője, ezt majd mindjárt megtudjuk. Hát amennyire ezt lehet tudni, Rádi Antónia a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Az átlátszó.hu oknyomozó újságírója most már. Most már igen. És hát az egyik legrégebbi oknyomozó újságíró, úgyhogy én azt a kérdést teszem fel, szerintem büszkeség lehet. Kicsit tiszteletlen azt a kérdést teszem fel, hogy fél az ember akkor, amikor belenyúl úgymond a nagyobb dolgába, amikor eljut oda, hogy a Pintér, a Rogán, a Habony, ők egy klik, egy csoport, egy maffia, hogy ugyanazokat a lakásmutyikat nyomják végig egy kerületen keresztül, hogy a szálak eljutnak ilyen magas pontok, és akkor az ember úgy ül a gép előtt, és írjam, ne írjam, leírjam, biztos-e? Nincs ilyen félelem az emberben ilyen? Hát, hogyha az ember biztos a dolgába, amit ír, azt alá tudja támasztani, akkor szerintem nincs mitől félni, vagy legalábbis engem mi érdekel. Én már kisgyereknek is rettenetesen kíváncsi természetű voltam. Ezek nagyon érdekes dolgok. Örülök, hogy azzal foglalkozhatom, amivel foglalkozom, ami a legizgalmasabb dolog a közéletben történt érdekes eseményeknek a bemutatása. De önmagában az jó kifejezés erre, hogy érdekes? Tehát az ember nem hököl hátra, amikor ilyen összefüggésekre bukkam? Kell egy adag fölháborodás nyilván ahhoz, hogy ebből cikk is szülessen. De nekem a legfontosabb az, hogy érdekelje. Na most azt írja az átlátszó.hu-n, hogy Pintér Sándor közvetlen közelébe is elvezetnek az 5. kerületi ingatlan botrány szálai. Van-e ingatlan botrány? Ugye ez az elsődleges kérdés. Ez valóban az. Néhány hete azért már nagyon sok újságírja, talán a Blik volt az első, amelyik elkezdte, és mindegyik egy-egy ingatlanról, aminek a, hát amihez hozzájut, és aminek a új tulajdonosai valami miatt fölkeltik az újságírók, szerkesztők érdeklődését, erről írt, és akkor egyszer csak elért szerintem ez az ingatlan mennyiség, az 5. kerületről beszélünk, a történelmi belvárosról beszélünk, a legdrágább Magyarország ingatlanokról beszélünk, amikor elért ez egy kritikus tömeget, hogy most már tucat szám lehet tudni, hogy elkeltek ezek az ingatlanok, akkor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy ez egy rendszere, hogy milyen módon keltek el, hogy kerültek már eleve a bérlőkhöz, és milyen módon lettek továbbadva. Egy több csoport birtokol-e most ingatlant, ahol már a mennyiség szignifikáns. Amikor ezekre a kérdésekre a válasz igen, akkor azt lehet mondani, hogy ügy. Ugye itt most eljutottunk oda, hogy Pintér belügyminiszter, egykori üzlettársa, Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó, vagy ki tudja, hogy mi az ő pontos pozíciója, rokona, a kedvezményezettek között egy olyan értékesítési rendszerben, ami önmagában is meglehetősen speciális. Van arra gyakorlat, hogy az önkormányzatok így értékesítik az ingatlanjaikat, hogy bérbe adják valakinek, aztán a bérlőnek nyomottáron van joga megvenni, a bérlő egészen tovább biztos, adja másnak. Hogy van. Önmagában az, hogy a bérlőnek van elővásárlási joga, szerintem ez pozitív. Egyrészt a törvény, a lakástörvény országos hatályú jogszabály teszi ezt lehetővé. Szerintem ez pozitív, mert ennek a lényege az, hogy aki vagy benne lakik, vagy benne folytatja a vállalkozását, hogyha van egy érdeklődő, akkor emiatt ne kelljen teljesen új életet kezdenie. Mivel van érdeklődő, ezért az önkormányzat se jár rosszul ilyenkor, de a lényeg az, hogy az elővásárlás fogalma más, mint ami az 5. kerületben tudomásunk szerint az eddig áttekintett iratok szerint zajlott. Ott van egy külső érdeklődő, aki megvenne valamit, és a bérlőnek joga van a külső érdeklődő által kínált feltételek szerint azt mondani, hogy ezt én is szeretném. Itt nem volt külső érdeklődő, itt maguk a bérlők jelezték, hogy én szeretném megvenni. Erre jogászok azt mondják, hogy nem baj, hogy elővásárlásnak hívják, lehet rosszul használni a kifejezést, a lényeg az, hogy a polgári jogszabadságot ad bárkinek megállapodni, ha nem sért jogszabályt. De hát akkor itt a következő játék, hogy egyrészt itt a ha,
Másrészt, hogy ezek az árak, ezek mennyire reálisak, mennyire valósak. Ugye azt látjuk, hogy nagyságrendekkel sokszor többszörösével drágább áron lehet eladni egy ingatlan, mint amennyire a bérlő hozzájutott az önkormányzat saját értékbecslése nyomán. Hát amelyiknél tudjuk, hogy továbbadták, és lehet tudni, hogy mennyire ott igen, ez sikerült. Hát ők kapnak a bérlők 30%-os kedvezményt az önkormányzat helyi rendelete szerint, ha vásárolni akarnak. Én bennem maradt egy kérdés. Jelesül az, hogy ugye ez a bérlőnek jár ez a kedvezmény. Eleve az, hogy lesz valaki bérlő, szerintem érdekes ezt megnézni, mert ugye a saját rendelet az önkormányzatnak pályázatot ír ki a bérlő kiválasztására, ez nem mindig teljesült. A 30% akkor jár, szintén önkormányzati rendelet szerint, hogyha bizonyos feltételeket kell ehhez teljesíteni, jelesül egy emelt bérleti díj fizetését vállalni. Mivel évente egyszer emelkedik a bérleti díj az 5. kerületbe, ezért ott, ahol rövidebb volt a bérlés folyamata, tehát nem volt egy évig. Volt az egész. Igen, ott én nem tudom, hogy ezt hogy tudják összhangba hozni a saját feltételekkel. Vállalta, csak aztán addig nem emeltünk. Ez is lehet. Ez is lehet, a következő az, hogy ez a bérlő, kifejezetten a bérlőnek jár ez a 30%. Eleve szerintem egy nagyon nagy kedvezmény, tehát a bérlők hálásak lehetnek, hogy ezt megkapják. De egy csomó esetben nem a bérlő lett. Na, ezt akarom mondani, hogy ez vajon, ezt még nekem nem sikerült rájönnöm, de biztos van rá magyarázat, hogy ezt, aki, ha a bérlő lemondott erről az elővásárlási jogáról valaki másnak a javára, eleve azt, hogy ez szabad, ezt is jogásznak el kéne nekem jól magyarázni, mert többfélét mondtak, akiket kérdeztem, de hogy a 30%-ot továbbadhatja-e, ami kifejezetten a bérlőnek jár, hát én ebben nem vagyok teljesen biztos, de igyekszem megérteni. Ugye ezügyben születtek feljelentések, Juhász Péter folyamatosan mondja politikusként a magáét, és próbálja előszedni azokat a dokumentumokat. Hát végre egy ellenzéki képviselő, aki mondja, mert itt azért ez nagyon fontos, igen, szerintem, csak hogy ez 8 évig zajlott. Az, hogy valódi bizonyítékok vannak-e, valódi bűncselekményekre. Hát, ön miből dolgozik? Én teljesen nyilvános iratokból, ezt mindenki láthatja az önkormányzatnak a határozatait az ingatlanokról, az ingatlanoknak a tulajdoni lapját, a vásárlóknak a cégérdekeltségeit. Azt, hogy a Juhász képviselő úrnál mi van, ezt most már nem csak Juhász úr, most már az ügyészség is kell, hogy tudja. Én szerintem eljött a perc, hogy lassan rá lehetne kérdezni az ügyészségre, lehet, hogy én meg is teszem, hogy mi lesz ezzel a főjelentéssel, elrendelnek-e nyomozást, gondolkodnak még, mi a helyzet. Rogán Antal egy nyilatkozatában ezekre az ügyekre reagálva azt mondta, hogy neki igazán nincs köze hozzá, amikor látta, hogy valami nem stimmel, akkor a jegyzőjével szemben, vagy a jegyzőjek működése kapcsán ő is vizsgálatot rendelt el. Egy esettel kapcsolatban mondta ezt még hetekkel ezelőtt, amikor a Blik és a Blik nyomán sok újság megírta ezt a hát most azt mondom, hogy Portik közel ide közben cáfolták, hogy lett volna élettársi viszonya a vásárló cégnek a fő tulajdonosa és Portik Tamás között. Ami szintén érdekes, mert gyakorlatilag a környezetükben mindenki tudta, de most kiderül, hogy nem, jó, de ez mindegy is. Mindenki így tudta, most azt mondják, hogy nem, mondjuk csak az egyik fél cáfolta, tehát Portik Tamás nem cáfolta ezt a nexust, pedig hát megtehetné, hát a gondolatközléstől nem tiltotta előtt a sorság. És nyilatkozik ő. Szokott, de akkor nevezzük Habony közelinek ugyanezt az üzletet, mert hiszen a tulajdonosok közül kettő az ő, ja Istenem, nem tudom a rokoni viszonyokat, unokaöcs, amikor igen, a nagybátyám gyerekeiről van szó, igen. Unokaöcs. Na, jó, szóval de... Habony közelének, de fontos, hadd mondjam még. Igen. Ő akkor azt mondta, hogy a jegyzővel kapcsolatos bizalomvesztéshez ez vezetett, ezt mondta Rogán Antal, a kerület volt polgármestere. Igen, nem csak aki a következő jegyző lett a bizalomvesztés után, ő volt az önkormányzat vagyonkezelőjének a vezérigazgatója. Ő követte a jegyzői székbe a bizalomvesztett jegyzőt. A vagyonkezelő igazgatója abszolút aktív részese az eladásoknak, nem tud más lenni. Hát lehet, hogy meg kéne kérdezni, igen, az ügyészséget. Nekünk hogy hol is tart ez? Engem dolgoztóan érdekelne. Kérdezzünk. Ennek lesz folytatása még az átlátszó.hu-n, hiszen csak az első részt láttuk. Hány részes az igen. Írás? Most egyelőre úgy tervezzük, hogy 3, de én szeretném, hogy esetleg több is legyen. Hát attól függ, mennyi dolog derül ki, igen. Majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött én a híradó, és aztán várom Önöket vissza.